a tévéostrom napja az minket is váratlanul ért, mert semmiféle jelzést nem kaptunk, hogy esetlegesen ilyen jellegű összecsapásokat várhatóak. Úgyhogy mi akkor azt cselekedtük, hogy részben Pest megye területéről berendeltünk autókat, mert nem tudtuk, hogy volumenében mit fog képezni. Részben 17 önkéntes dolgozónk jelentkezett, a televízióból láttam az eseményeket. Részben pedig Nagyvidékről, tehát az azt jelenti, hogy Közép-Magyarországot környező megyékből berendeltünk még további 17-es darab mentőegységet a biztonság kedvéért. A Szabadság téren az MTV székháznál összetűzések zajlanak a tüntetők és a rendőrség között. Várhatóan több könnyű sérült, rossz esetben akár 10-20 is. Több kocsink a helyszínen, továbbiakat szabadítunk föl. Ezt dr. Temesvári Péter szolgáltató főorvos írta a Naplóba 23 óra 15 perckor. Tehát ez kb. Egy olyan 20 percet megelőzően lehetett ezek szerint. Nyilvántartásunk szerint 125 sérültet vittünk mi a kórházba, és 4 óra 45 perckor fejeződött be részünkről a helyszínnek a sérültek szempontjából való felszámolása. 27 mentőegység végezte ezt el, illetőleg tekintettel arra, hogy nagyszámú rendőr volt a sérült, ezért a polgárvédelemtől egy buszt kaptunk, és kb. 25-30 főt a rendőrségtől ezzel a busztal szállítottunk a Honvéd kórházba, előzetes egyeztetés alapján. Döntően végtagsérülések, fejsérülések voltak. A mentőautóból elvitték a rendőrök a sérültet, és ők vitték tovább. Tehát ilyen valóban volt. Most én konkrétan nem tudom megmondani, hogy mikor és hol, de volt ilyen. Ilyenkor egyébként mit tud tenni egy mentős, aki mondjuk ugye esküje szerint ugye próbálja ellátni a sérültet, aki láthatóan komoly sérült, és ugyanakkor odalép mégis egy rendőr egység azzal, hogy ki szakítják a kezéből a ellátott sérültet. Mit lehet ilyenkor tenni, vagy mi az elvárás önökkel szemben, mi a szakmai szabály előírása? Hát nyilván a mentődolgozónak meg kell próbálnia ezt megakadályoznia, de ő neki erre semmilyen nyilván hatalmi eszköze nincsen. Tehát ez nem volt, én magam október 23-án éjszaka voltam az Asztóriánál és a Calvin téren. Nem az a szituáció volt, ahol a mentődolgozó olyan nagyon ellentmondhatott. Ha jól gondolom, talán az lett volna, hogy igazán helyes eljárás a rendőrség része, ha úgy gondolja, hogy bűncselekménnyel követése gyanúsítható az illető, akkor üljön be a mentőkocsi vagy rendőr, kísérje be, igen, úgymond tartsa felügyelet alatt, őrizet alatt, de hogy kiráncigálni egy nyilvánvalóan súlyosan sérült szemét, az gondolom, hogy mondhatjuk ezt, hogy azért ez bűncselekmény gyanúját felveti? Hát én erre nem vagyok hivatott ezt megítélni, de valóban a normál eljárás az, hogy amennyiben bármilyen bűncselekmény fölmerül, akkor a mentő orvos, mentőtiszt vagy a mentőegység vezetője az, aki eldönti, hogy kórházba kell-e szállítani a sérültet vagy nem, és ilyenkor súlyosabb esetben beül a mentőautóba a rendőrség egy képviselője, amikor ez nem olyan veszélyes vagy ilyesmi, akkor utánunk jönnek az autóval és elkísérik a kórházba, és aztán a kórházba a vizsgálat alapján a kórház ügyeletes orvosa dönti el, hogy hol kell-e a kórházban tartani, haza lehet engedni, illetőleg, hogy aztán fogdába, tököli kórházba, stb. Hova kerül. Ugye a tököli kórházba oda előzetes ügyészi végzés kell, hogy, mert ugye az egy büntetés végrehajtó intézet tulajdonképpen. Azt szeretném még ebben a körben megkérdezni, hogy amikor önök megkapták ezt a jelzést erről az extrém esetről, vagy több esetet is említett, kettőt is, ha jól emlékszem, akkor önök hivatalból nem mentek ennek utána? Tehát nem kérdezték meg az érintett mentő orvosokat, mentős dolgozókat, hogy gyakorlatilag adjanak személy leírást ezekről a vélemezhetően, hogy hát bűncselekményt elkövető rendőrökről, és hogy egyáltalán nem tettek hivatalból feljelentést, hanem kellett volna feljelentést tenni? Tehát az az igazság, hogy ez az egész helyzetben mind a szeptemberi, mind az októberi események olyan mértékű sérült szám, és akkor a terhelés nehezedett a dolgozókra, hogy egy csomó adminisztrációs hiányosság is alakult ebből.
ők egyszerűen jelentették, hogy a rendőrség elvitte a sérültet előlük, vagy akár a mentőautóból, ennek mi nem tudtunk utána menni. Tehát én ezt rendkívüli súlyúnak érzem, azokat a cselekményeket, amelyek a mentés akadályozására irányultak, tehát én arra kérem az elnökséget is, hogy ezért egy picit időszünk el, és tegyük majd a történeti tényállás részére azt, hogy mi történt a mentés során, akár szeptemberben, akár októberben. Tehát, hogy egy picit még részletesebben beszélnének fölvosulak arról, hogy milyen jellegű ilyen cselekmények voltak, hány ilyen esetről tudnak, amikor a mentőből a sérültet úgymond kirángatták, erőszakkal eltávolítottak, hány olyan eset volt, amikor a mentőautónak indulatosan az ajtaját ütötték rendőrök, mert a sajtóból tudjuk, hogy ilyen eset is volt. Egyáltalán milyen beszámolóik voltak az önök rendkívül hősiesen helytálló kollégáinak arról, hogy amellett, hogy nehéz eseteket, komoly sérülteket kellett ellátni, még ilyenfajta konfrontációba is ütköztek. Erről, hogyha egy picit részletesebben beszélnének a szeptember és az októberi események vonatkozásában is, az nekem nagyon fontos lenne. Olyan jelzéseket egyértelműen adtak a bajtársaink, hogy egyrészt nehezítő tényező volt, hogy volt olyan helyszín, ahol akár 3-4 sérült volt egyszer a mentőautóban, hiszen kiérkezett egy mentőegység, eleve nagy számú bejelentés jött, nagyon sokszor azok a bejelentések egyrészt ugyanazt a helyszínt jelentették, másrészt pedig mire odaértek, újabb sérültek voltak, akik ugyanazt a mentőautót szerették volna igénybe venni, vagy látták a mentőautót, és esetleg barátok, ismerősök odahoztak újabb sérülteket. Tehát volt olyan, hogy akár mondom 2-3 sérült volt egyszerre, és ez erősen heterogén volt, hogy ki az, akit rendőr kísért esetleg oda, vagy ki az, akit rendőr vitt el. Volt olyan, akit a mentőautóba se tettek ennek értelmében, hiszen rendőr oda vezette, és tovább vezették, vagy a sérült maga odajött, és azt mondta, hogy nem kérek további ellátást, és mentem tovább. Volt, aki adatokat sem adott meg, csak mondjuk azt kérte, hogy kössék be a fejét. Tehát ezek a szó szoros értelmében eléggé a mi szemszögünkből hadi állapotok voltak, és hát volt számos nehezítő a körülményeikben, hiszen egyrészt mi erre nem voltunk fölkészülve. Arra sem voltunk fölkészülve, hogy a mentőautók hol a rendőrségi sorfal mögött helyezkedtek el, hol pedig ott levő állampolgárok és a rendőrség között, hiszen a rendőrség jóval könnyebben mozgott, mint mi a járműveinkkel. Tehát ilyen nehézség is volt, olyan nehézség is volt, ilyenről kaptunk jelentést, és azért vissza is kellett vonnunk több mentőegységet, mert egész egyszerűen a könnygáz miatt nem voltak munkaképes állapotban. Tehát volt olyan, ez döntően 23-án, meg 19-én, 20-án, hogy engedélyt kértek bejönni, idézőjelbe pihenni, mert őket ugyanúgy érte a könnygáz felhő, és autókat kellett cserélnünk ilyen szempontból. Vagy olyan is volt, hogy azt elmondták, hogy mondjuk gumilövedék csattant, vagy valamiféle csattant az autón, tehát, és ezért mondjuk be kellett csukni a beteg az oldalajtót a mentőautóba, ami akár a kiszállást nehezítette. Tehát ilyen események voltak, de ezek olyan gyorsan pörögtek, tehát ezek nem lettek külön feljegyezve. Tehát ilyen apró részletességű feljegyzéseink nincsenek, mert olyan volumenű rádióforgalmazás volt, hogy ezt egész egyszerűen nem volt olyan kapacitás, ami ezt egyáltalán rögzíteni tudja. Éppen ezért az első 3 napon, amit főigazgató helyettes bajtárs is mondott, dokumentációs nehézségeink is voltak. 23-ára próbáltunk már jobban fölkészülni, hiszen akkor már jelzést is kaptunk, hogy esetlegesen valami várható, és akkor külön megerősítettük. Ki adott ilyen jelzést, elnézést, és pontosan miben állt ez a jelzés, hogy esetlegesen valami várható? A minisztériumtól kaptunk jelzést, olyan jelzést kaptunk, eleve voltak hivatalos rendezvények, tehát voltak állami rendezvények, volt a Fidesz nagygyűlés, amire mi adtuk a mozgőrséget, és tekintettel a szeptemberi eseményekre tőlünk azt kérték, hogy erősített szolgálatot állítsunk ki. Jó, tehát akkor azzal lehet összegezni, hogy a miniszterelnöki hivatal határozta meg az önök számára azt, hogy 2006. október 23-án ilyen fokozott felkészültséggel kell a mentőegységeknek jelen lenni. Ez világos beszéd, azt hiszem, hogy nagyon jelentős. Egy utolsó kérdés. A rendőrség megkereste önöket az események után, és kérte adatokat a sérültekről, és ha igen, akkor ezt önök megadták, és milyen formában, és milyen jogszabály rendelkezik ezzel kapcsolatban? Az október 23-ai események után kértek, a szeptemberieknél nem.
Október 24-én megkerestek bennünket, és kérték az összes éjszakai eseménynek a résztvevőit, esetdokumentációját. Ugye ezt mi nem tagadhatjuk meg, hogy kiadjuk, úgyhogy kiadtuk, hozzátéve azt, hogy elég sok volt az ismeretlen, tehát az NN nevű a dokumentációban a főorvos bajtárs által elmondottak miatt. Az orvosi titoktartás szabályainkon hogyan érvényesülnek? Tehát nyilvánvalóan ugye jogászként gondolom úgy, hogy sokkal erőteljesebb érdek fűződik, ahogy súlyos sérült ellátást kérjen adott esetben, mint ahhoz, hogy a rendőrség pont a mentőket vegye igénybe ahhoz, hogy adott esetben egy bűnek őt megtaláljon. A rendőrségnek van arra számos más eszköze. Tehát ugye, hogyha egy ilyen gyakorlat van, hogy egy ilyen esetben a mentők kiadják a tüntetőknek, demonstrálóknak, emlékezőknek, adott esetben politikai szabadságjogaikat gyakorlóknak a nevét, címét, stb. A rendőrség számára, akkor ez oda vezethet, hogy nem fognak ellátást kérni a sérültek, ami rendkívül veszélyes tendencia. Hogyha büntető eljárás indul valaki ellen, akkor nem tagadhatjuk meg, az ittas gépkocsi vezető adatait is kiadjuk, hogyha a rendőrség kéri. Tehát mi a rendőrségi, ügyészségi és bírósági kérésekre kiadjuk. Egyébként természetesen nem, tehát a sajtónak nem adjuk ki, hozzátartozónak is csak akkor, hogyha egyeneságú leszármazott igazolja magát, személyi igazolványa, stb. TV Székháznál szeptemberben, október 23-án volt arra példa, hogy tüntetők, demonstrálók mondjuk a mentősüket valamilyen módon zaklatták, inzultálták, atrocitás érte őket? Nem tudunk ilyen eseményről. Arról tudunk, meg is jelent híradásokban, hogy nincs mentő a helyszínen. Ez nem fedi a valóságot. Arról tudunk, hogy nekünk 5 mentőegységünk volt a környéken, de tekintettel arra, hogy a kiérkező tűzoltóktól kaptunk olyan jelzést, hogy megdobálták a tűzoltóautókat, ezért mi a mentőautókat nem vezényeltük be lényegében a tömeg szélére, hanem környező utcákban álltak egy általunk megbízott szakorvossal, aki a helyszínről jelezte az eseményeket, de ott konkrét támadás mentőegységet nem ért. Azt kell mondjam, hogy ebben az időszakban talán a országos mentőszolgálat volt az a szervezet, ami igazán úgy működött, ami egy államban, egy normálisan működő államban elvárható volt. Köszönöm szépen! Szeretném még röviden visszakapcsolódni ez a bizonyos rendkívüli eseményekhez, tehát ami tényleg egy döbbenetes és botrányos egy civilizációban, hogy tényleg egészségügyi ellátás alatt éppen rendőrök által okozott sérülés miatt kezelt embert a rendőrök ismét kivonnak, a orvosok kezei közül kirántanak és elhurcolnak. Hogy ez a bizonyos két bejelentést említett, azt hiszem, néhány, ezek írásban történtek? Tehát van ezekről bármilyen? Tehát akkor így kérdezem, van-e most, ma, 2010. szeptember 24-én arra esély, hogy megtaláljuk, hogy azokat, akik erről be tudnak számolni? Tehát magyarul még esélye legyen annak, hogy egyáltalán a konkrét körülményeket felderítsük. Tehát utána tudunk ennek menni, vagy tudnak ennek menni. Egy dolgot tudunk megtenni, megkérdezni azokat a dolgozókat, akik akkor részt vettek a mentésben, hogy emlékeznek-e ilyenre, és ha igen, akkor ez konkrétan hol és mikor történt. De ennek írásbeli dokumentációja éppen az előbb említett kaotikus rádióforgalmazás és a rádióforgalmazás meg a helyszín megterheltsége miatt is külön nem került rögzítésre. Itt egyébként el is mondom a nyilvánosság számára, hogy konkrétan itt a Attila nevezetű sértett esetében mi ugye megtettük a feljelentésünket az ő bántalmazása miatt, és emiatt a mentőből történő kirángatás miatt. A budapesti nyomozó ügyészség azonban a nyomozást ismeretlen maradt elkövető miatt megszüntette, de odáig se jutott el, hogy igazából komoly kísérletet tegyen arra, hogy a mentőszolgálatot megkeresse és végigkérdezze az állományt a tekintetben, hogy látott-e valaki ilyen eseményt. Ennek fényében is persze úgy gondolom, hogy nem reménytelen az ügy, csak hát látod az ügyészség hozzáállásán, hogy ők miként viszonyultak. Úgyhogy én arra kérem ezúton a megkurcolt áldozatok nevében, hogy amennyiben erre lehetőségük van, akkor nézzenek ennek utána, és járjunk utána, tegyünk egy kísérletet arra, hogy tisztázódjon ez a pár döbbenetes eset.